A pénz beszél, avagy mi foglalkoztatja a pénzügyi vezetőket. Ez itt a PwC Magyarország podcastje CFO-knak és gazdasági szakembereknek. Üdvözlök mindenkit! Miklós Daniella vagyok, a mai beszélgető partnerem Szántó Kapornai Emőke, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a hiteltörlesztésre vonatkozó moratórium milyen hatást gyakorol a bankok hitelkockázatára. A COVID-19 világjárvány előtt a hiteltörlesztésre vonatkozó fizetési haladékot általában egy nehéz pénzügyi helyzetbe került hitelfelvevő kezdeményezte, a hitelezők pedig részletes pénzügyi információk alapján szabták meg az engedményt. A pandémiás helyzet következtében a haladék odaítélésének körülményei azonban jelentősen megváltoztak. A hitelfelvevők mellett most az államvezetés is belépett a képbe, mint kezdeményező. Ők ezt, mint általános intézkedés kezdeményezték, úgy, hogy az egyedi hitelfelvevőkről nagyon kevés pénzügyi információ állt rendelkezésre. Standardizált fizetési haladékokat, moratóriumot kínáltak egy adott csoport minden ügyfelének. Magyarországon az első fázisban szinte kivétel nélkül az összes március 19 előtt folyósított hitelre, a második fázisban például az összes gyermeket nevelő ügyfélnek. Mekkora hitelkockázat növekedés jelenthet ez a bankoknak? Üdvözlöm én is a hallgatókat! Általánosságban elmondható, hogy a jelenlegi időszak növelni fogja a hitelezés kockázatát, már sok esetben a moratórium alatt is, de majd különösen azokban az esetekben, amikor a haladékot a tervezett időszakon túl is meg kell hosszabbítani. Ez pedig abból adódik, hogy az idő múlásával egyre kevésbé lesz valószínű, hogy a moratóriumra csupán rövid távú likviditási probléma miatt van szükség. Azonban minden eset egyedi, így a konkrét helyzet és a körülmények fogják befolyásolni. Tehát a bankok hitelkockázati besorolásai vélhetően jelentősen eltolódnak majd. Mely esetekben tekinthető indokoltnak, hogy az adott illetet már a moratórium miatt megnövekedett hitelkockázatúba soroljanak át? Mind az AISB, ESMA és egyéb hatóságok kiemelték, hogy maga a tény, hogy a pénzügyi instrumentumok egy teljes csoportja fizetési haladékot kap, nem jelenti azt, hogy a teljes csoportot automatikusan megnövekedett hitelkockázatúnak kell tekinteni, ugyanis ekkor nem történik különbségtétel az egyes kölcsönfelvevők között, és az eszközök egyedi, releváns körülményei nem kerülnek figyelembevételre. Jó példa erre a mi tavaszi moratóriumunk is. Ebben az esetben az érintett hiteleket, azok egyes csoportjai tovább kell vizsgálni, hogy mutatnak-e egyéb jelet megnövekedett hitelkockázatra. Ilyen lehet például megvizsgálni azt, hogy mely iparágban tevékenykedik az adós, vagy milyen minősítéssel rendelkezett még a moratórium előtt. Ha azt állapítják meg, hogy a fizetési haladékot gazdasági kilátások romlása okozza, akkor az érintett kölcsönök vizsgált csoportját át kellhet sorolni, feltételezve, hogy ez inkább egy hitelkockázati probléma, mint sem egy rövid távú likviditási nehézség. Mely esetekben következtethetünk a hitelkockázat növekedésére későbbi hosszabbítás esetén? Például abban az esetben, ha az adós kéri a türelmi időszak további meghosszabbítását, annak ellenére, hogy a pandémia már enyhül, a gazdaság tér vissza a normális mederbe, más kölcsönfelvevő már képesek a törlesztési ütemnek megfelelően fizetni. Másrészt, minél hosszabb volt az eredeti fizetési moratórium, annál inkább utalhat egy további hosszabbítás arra, hogy nem egy rövid távú likviditási problémával nézünk szembe. A hosszabbítás esetén a megítélés a bank előzetes ismereteitől is függ. Például abban az esetben, ha a törlesztő részletek átstruktúrálása mellett a hitel végső lejárata ugyanaz marad, sőt, esetleg több hasonló hitele is van az ügyfélnek, a fizetések feltorlódhatnak, ami nagyban megnövelheti akár a nem teljesítés valószínűségét is. Azon ügyletek esetében, amelyek eleve nagyobb kockázatúnak minősülnek hitelezés szempontjából, lehet, hogy nem is hitelkockázat növekedésről, hanem már értékvesztettként történő kezelésről kell beszélnünk. Legjobb lehet az utóbbi hiteleket külön csoportként kezelni. Emőke, köszönöm szépen! A következő alkalommal is a moratórium kapcsán fogunk beszélgetni szakértőnkkel, érinteni fogjuk például a késedelmes napok szerepét is. Tartsanak velünk!
Hamarosan újabb témával jelentkezik a Pénz beszél, a PwC Magyarország pénzügyi podcastje. A korábbi epizódok elérhetők a pwc.hu weboldalon, az ismert podcast szolgáltatóknál, illetve a PwC Magyarország Facebook, YouTube és LinkedIn oldalán. Kövessen minket!